Kovács. Tápai. Tápai gólhelyzetben. Tápai a kapus mellett is elviszi, és megszerzi a negyedik gólt a mérkőzésen. 81. percben úgy tűnik, hogy eldönti a három pont sorsát a Sándorfalvi csapat, és Tápai is megszerzi az ötödik gólját ebben a szezonban. Nagyon éli ezeket a tévés meccseket, úgy látszik, mert az öt góljából hármat is úgy szerzett, hogy mi meg tudtuk mutatni. A második félidőben felőröli ellenfelét a Sándorfalva, és úgy tűnik, hogy begyűjtik majd a három pontot a mai napon. 4-2 az állás. Törköly. Kalapács. Kalapács megy el. Oda kerül Tóthhoz. Tóth gólhelyzetben. Tóth teszi középre. És Tápai. Jaj, milyen szemtelenül. 87. percben 5-2 Tápai tud duplázni. Már Tóth Attila is berúghatta volna, de inkább tovább passzolt a Tápainak, aki megszerzi az ötödik Sándorfalvi találatot, közben pedig Pap Márk kap még egy sárgát is a vendégcsapatból.